Sziasztok! Ez itt a Hangszer Mustra Extra legújabb adása. A mai vendégünk Borbély Mihály, aki számos díjban részesült már, világszerte koncertezett, és ma elhozott nekünk egy gyönyörű hangszergyűjteményt, amiből kiemelkedő szerepet fog ma kapni a tárogató nevezetű hangszer. Kérlek szépen, mesélj nekünk egy kicsit a hangszernek így a történetéről, eredetéről, és főképp arról, hogy miért lett tárogató a neve egyébként? Mert nekem az jutna róla eszembe, hogy ez egy olyan hangszer, amit kitárulkozik, vagy így kell használni, kitárjuk a kezünket. Nem is rossz a mozdulat, lehet, hogy el fog terjedni, és majd a harmonikát fogják így hívni egyébként, tárogató, nyitogató. Erre még visszatérek, de már önmaga ez elnevezés, a tárogató, régebben tárogatósíp, sok más neve is volt, ez sok hangszert jelent, tehát nem csak ezt a mai formájában. Azt hiszem, hogy ha manapság azt mondjuk, hogy tárogató, akkor elsősorban mindenki erre a hangszerre gondol, és nagyon ősinek vélik, és mondják, hogy a kuruckor és a szabadságharc dallamai ezen szólaltak meg, de ez egy viszonylag új hangszer, a millenniumi ünnepségek idején született meg ez a verziója, két hangszerész mester, Sunda Vencel József és Tovaszer János, mind a ketten cseh származásúak voltak, 1896 tájéken született meg, és 97-ben szabadalmaztatták két nap eltéréssel. Tehát Stovasser János, akinek egyébként ez például egy Stovasser márkájú hangszer, ezt mondják a tárogatók Stradivariának. Ők 1897. szeptember 15-én beadta a találmányt és levédette. Sunda Vencel János, aki állítólag akkor már jó ideje dolgozott ezen a hangszeren, és ő azt állította, hogy Stovasser lenyúlta az ő ötletét. Ő két nappal később, szeptember 17-én adta be, aztán ezen nagyon sok jogi vita ment, tehát ez a legújabb állomása. Úgy is mondják ezt a hangszert így a tárogatósok körében, hogy reformtárogató. Tehát megreformálták a hangszert, amelyre szükség is volt már, hogy a megreformálására, mert egy nagyon vadóc elődje volt ennek. Ugye a Rákóczi korában Rákóczi síp, török síp, az valami ilyesféle hangszer volt. Ez egy kópia, a Magyar Nemzeti Múzeum egyik hangszerről készítette Bige József az 1970-es években, aki egy nagyszerű muzsikus volt, és nagyon sok hangszert csinált, és erre is hangsúlyt fektetett, hogy a múzeumban vizsgálja ezeket a hangszereket. Tehát ez egy 18. század elejé változata, de akkor is sok volt, és ha megyünk sorba, itt ezek mind valamiféle tárogató, régi tárogató sípot jelentenek, illetve ennek az ősét. Ez egy arab verziója. Ha nagyon messzire menjünk a történelembe, azért tudni kell, hogy ez perzsa-arab eredetű és török közvetítéssel jutott el, akár hozzánk is, bár az fontos, hogy a magyar honfoglalók is ugye annyi felé vándoroltak, hogy útközben nagyon sok néppel találkoztak, és ők maguk is közvetítették, sőt hoztak ilyen hangszereket, csak nem találtak meg, de pont Lajta László neves zeneszerző és kutató szögezte le, hogy a Perzsiából, Európából vezető útvonalon nagyon fontos szerepe volt a honfoglaló magyaroknak. És egyébként ők mind egyforma hangszerek, vagy van köztük valami különbség? Hát, mint látható, ugye a méretük, bizonyos jellegzetességei különböznek. Talán azt tudom mondani, itt van ez egy makedón változata, ők is Zurna, Zurla néven illetik. A perzsa névből jön, ez állítólag a Szurnáj, ők úgy mondják, a Szur ünnep, ünnepség, és a náj, ez pedig a nádat jelenti. Van is egyébként ilyen arab hangszer, hogy nej, az más jellegű, tehát ez egy gyűjtő fogalom is lehetett, de mindenképpen egy idő után a dupla nádasokra vonatkozott. És itt már egy nagyon fontos részletkérdésnél vagyunk megint. A tárogató mai formájában úgynevezett szimpla nádas, vagyis van egy fúvókája, és erre egy kis nádlapot rászerelünk. Hát meg tudom mutatni, hogy működik a szimplanádas hangszer, ugye a klarinét, szakszofon, ezek mind szimplanádasok. Ez a fúvókája, ez a nádja. Ugye ez egy fontos dolog, hogy ezek külön nem működnek, egy órás koncertet adni így külön nehéz. Ha rászerelem, akkor már ad valamit,
és talán fel is tudom idézni, mert ez a hangzása. Ez azért szórendesen, ez igen, már egy kicsit emlékeztet, de hát a régi duplanádas hangszerek, most mutatok akár ezt is, ami ugye ennek a Rákóczi korabeli másolatnak a nádja. Látszik, hogy egész más, nincs fúvókája, és nem tudom, mennyire tud ráközelíteni a kamera, itt be lehet nézni, két nádlapocska van összetéve, sőt, nagyon sok eredeti arab-török hangszeren úgy csinálják ezt, azért hoztam be a kis dobozba, hogy látható legyenek a fázisok. Egyetlen egy nádat így összecsippentenek, beáztatják, összecsippentenek, és utána kicsit dolgoznak rajta, eznek látszik, hogy a vége le van égetve. Aha. Tehát ez úgy duplanázás, hogy valójában egy nád van, úgy megcsinál, mintha kettő lenne. Hát mondjuk ezt a nádat, ha nézzük, eszünkbe juthat az oboa, vagy az angol kürt a mai hangszerek közül, és ezek a hangszerek az ősei. Tehát egyértelműen, csak ezek ugye több ezer éves múltra tekintenek vissza, és ahogy Perzsiából elindultak, egyébként nagyon sok felé mentek ezek a hangszerek, mentek föl észak felé, dél egész ugye Indiába, hoztam azt is, csak itt a nagy zűrzavarban néha nem találom meg. Ez egy indiai változat, ennél sokkal nagyobbak is vannak, ennek Shennai a neve, Shennai. Na most ugye a náj itt is, hogy zurna, zurnáj, szurnáj, tehát itt van benne ez a nádas fúvós hangszer, és nagyon jellegzetes Kínában és Indiában az, hogy egy fém tölcsére van, nagyon sokszor ez bronz, sőt néha nemes fémből is csinálják. Ahogy mondtam, ez egy arab verzió. Van egy nagyon érdekes hangszerem, amit... Nem, bocsánat, ez a török verzió, és ez a makedón, ez az arab, igen, csak a hasonlít a kettő, és amiatt tévesztettem össze. És azért fontos ez a nagyon nagy hangszer, mert Jánosi András, népzenész és népzenekutató barátom, ezen gyűjtött fel egy dallamot, ami az én életemben, aki közelebbről ismer, az nem csak a jazz oldalamat ismeri, hanem a népzeneit is, a Vujčić együttes 1974 óta működünk, akkor alakultunk, és nekünk még volt személyes kapcsolatunk Vujčić Tihamérrel. Ugye az a bizonyos repülőgép szerencsétlenség, amit mindenki ismer vele kapcsolatban, Damaszkusznál zuhant le az a repülő, amelyen ő utazott, és az elutazás előtt néhány nappal találkoztunk, és mondta, hogy megyek most Perzsiába, a magyar perzsa zenei kapcsolatokat keresem, többek közt a Rákóczi induló gyökereit. És ez akkor olyan fantazmagóriának tűnt, hogy most még kell hozz Perzsiába utazni. Hát az arab-perzsa kultúrkörben nagyon jól ismert az a dallam gyök, hogy így mondjam, amely a Rákóczi indulót is jelenti, és ezen a hangszeren gyűjtötte fel Jánosi András, megvan a felvétel, mi ezt meg is tanultuk lemezre, és játszottuk az egyik lemezén, Eredés Gábor barátommal feljátszuk. Ennek is egy nagyon nagy nádja van, amely ilyesféle nádja van, tehát ez a bizonyos dupla, és ami fontos, hogy ezeken van egy ilyen szájtartó, mondjuk itt most ez egy műanyag, de ezen látszik fémből, tehát ezt ide ráteszik, és utána ez azt jelenti, hogy ez megtámasztja a befúvásnál az ajkat, felfújják az arcukat hihetetlen nagyra, és órakig tudnak fújni, mert a levegőt közbe veszik az órukon, tehát körkörös légzéssel. Uh-huh. Én ezt klarinéton tudom picit csinálni, meg tárogatón is, de ezeken a nagyon intenzív játékmód kell. Hát ehhez sajnos elkéstem a zenei nevelésemben, mert ehhez 5 éves korban el kellett volna kezdeni szívószállal. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, kinek ajánlod, hogy meg tudjon tanulni, vagy nehéz egyébként megtanulni rajta? Mennyit kell gyakorolni? Hát annak, aki főállásba csinálja, egyszer egy makedón zurnással muzsikáltam, de nem ő zurnázott, én meg klarinétoztam, meg szakszofonoztam, és kipróbáltam az ő hangszert, mert kíváncsi voltam, hogy mi a trükkje, és kiderült, hogy nagyon könnyű nádja van, tehát nagyon kikönnyíti, de valóban, ha arra gondolok, hogy egy háromnapos lakodalmat így végig muzsikálnak, akár körkörös légzéssel, egy-két evéssel közbeiktatva, tehát maxim annyi a szünet, de mondjuk 3 napig ilyen zenét játszani, ahhoz kell teherbírás.
nagyon okosan ki volt találva, és ez mert úgy hallatszott, hát az tényleg kilométerekre elhaladszik. És egyébként ezt a mai tárogató is megőrizte, hát amit dalt játszottam, ez egy magyar népdal volt, Bujdosik az árvamadár. Azért választottam ezt az elejére, mert ez volt az egyik dal, ami megfogott engem. Kádár Ferenc, egy ragyogó idős parasztember, aki nagyon sok hangszeren játszott, és az ő felvételei inspiráltak először arra, hogy tárogatót is tanuljak. És hát ez a fajta ül kint a hegyoldalban valaki, és tárogatón beteríti a hegyet, völgyet, ez mai napig is szép. Én is most már abban a korban vagyok az elmúlt 10-15 évben, ha kirándulok, sokszor viszem magammal a hangszert, és kiülök a hegyoldalba, és ott játszom néhány dallamot. Jaj, de szép! Mi a hangolása ennek a hangszernek, és hány hangot tudunk vele játszani? Ezek a hangszerek, amelyek a régi török sípot jelentik, ugye ahogy átkelült Európába, ugye a 13. századtól kezdve magyar nyelvben is van már síp, sípos, mint sokszor csak helységnév, de aztán családnév, ami hát tudjuk, hogy ha valakinek ilyen neve van, az abban az időben biztos azt jelentette, hogy valamilyen sípon játszott. Tehát ez bizonyíték, hogy akkor már voltak ilyen hangszerek. Később aztán maga a török síp is, mert hogy a török használatból, de egyébként mondom, a honfoglalás óta ez biztos, valamilyen formában használatban volt itt is. Az erdélyi fejedelmek udvaraiban nagyon gyakori volt. Apor Péter leírja, hogy a főúrrak ilyen muzsikára táncoltak, tehát török síp, vagy később ugye a Rákóczi szabadságharc idején, a 18. század elején Rákóczi sípnak elnevezték, tárogató síp, akkor jöttek ezek az elnevezések, és valóban már a 17. században van olyan feljegyzés, Bátor István például rendelt Konstantinápolyból török sípokat. Tehát egyértelmű volt, hogy még azért onnan hozták. Európában nagyon sok verziója átkerült, és a klasszikus zenében is meghonosodott. Mm-hmm. Tehát a Chalmey család az, amit mondjuk reneszánsz zenében lehet hallani, és ugye a mór hódítások során spanyol-portugál területen is vannak ilyen rokon hangszerek. Ez, amit most a kezembe tartok, látszik, hogy nagyon hasonlít ezekre a hangszerekre. Mm-hmm. Ez egy breton hangszer, tehát ott észak-nyugat Franciaországban, Bretagne-ban használják, ott Bombard a neve, de egyébként lejjebb Franciaországban is vannak ilyen vagy hasonló névvel hangszerek. Ezt megfújom, most azért csak ezt az egyet, mert annyira macerás ennyi náddal dolgozni, ezt megbántam. Tehát szoktam mondani a családomnak, meg más zenészeknek, hogy csak nádas hangszert ne választhatok. Tehát most itt van egy, majd a klarinétot és a szaxofont is megmutatom. Igen, igen, mindenképpen, meg majd egymás után, ha megfújnád őket, hogy mi a különbség a hangjukban. Nagyon szépek. Tehát, hogy ez a Bombard, és ez egy, hát most úgy mondom, hogy ne lőjem le a poént, hogy ez egy nagyon szofisztikált, lágyhangú verziója ezeknek a zurnáknak. Tehát el tudjuk képzelni, hogy milyenek lehetnek, igen, ezek, igen, a használatban. Ez volt a lágyhang. Ez a lágyhang, a puha. És hát a Janicsár zenekarok, ugye, ha arra gondolunk, hogy szegény egri várvédő vitézek ilyen zenét hallgattak, de ezekből az erős hangú hangszerekből mondjuk 30-40 plusz nagy dobok, két felén, tehát nem ilyen cizellált dobszerelés, hanem tapán és hasonló nevű nagy dobok. Dávul, ugye Bartók gyűjtésében, ő török és arab területen is gyűjtött, ő is megörök. Még ő is úgy ír erről, ugye a 20. század elején gyűjtötte az anyagot, ahol ilyen hangszerek játszottak, hogy az égtelen rikortozás és a hangos dob, és ő maga is egy kicsit úgy érezni az írásában, hogy elege volt ebből, hogy ezt kellett hallgatnia sokáig, de hát közben a zene történeti és hát a népzene kutatói énje az azért nagyon el volt ettől ragadtatva. Tehát mondjuk ezekben a zenekarokban, hadizenekarokban nagyon sok ilyen hangszer volt, dobokkal, tehát tényleg félelmet keltő volt. De egyébként a Rákóczi korban is ez hadi hangszer is volt, jelző hangszer, tehát a Rákóczi indul. Stb. Maga ez a
Hát ez egy jelző, ez a bizonyos, ugye, igen, nem akarok nagyon ilyen terminus technikusok, egy kvárt hangköz, ha így mondjuk, ez egy ilyen szignál jelzés, tehát ez volt az egyik szerepe ezeknek a sípoknak. Gondolom megvolt a dallamkincs, hogyha valami veszély közeledett, esti ébresztő, igen, dallam. Ezekkel a sípokkal játszották, de amikor mulatoztak, akkor is ez volt, sőt, ugyanúgy dobistársult hozzá, mint a törököknél. Rákóczi korában ez nagyon népszerű volt, ez a hangszer, mondom, elsősorban ebben a változatban, illetve valami hasonló. És most fogok valamit kérdezni. Mit látsz ezekben a hangszerekben, ezeket, amit itt látsz, főleg a régi, és mondjuk ez, ami különlegesnek tűnik. Ezt most félreteszem, hogy ne zavarjon meg talán még ezt az egyet. Hát ez érdekes kérdés, mert számomra mindegyik különlegesnek tűnik, igen, mindegyik részében, de hogyha meg kellene néznem, mármint hogy ezeket és a között, igen, a különbség, hát ugye ennek nincs a végén most nád, de gondolom... Igen, igen, ennek van, meg hogy szimpla dupla nád. Én a hangszertest építésében... Hát az sokkal nagyobb. Igen, tehát ez is, igen, amikor a reformtárogatót csinálták, az egy fontos dolog volt, hogy legyen sokkal lágyabb. Ez volt, ugye megfújtam, igen, ezt a vadóc párját, amit mondtam, hogy már egy szofisztikált beltéri használatra is alkalmas bizonyos körülmények között. Az volt volt egy ilyen felhívás, a vasárnapi újságban megjelent, hogy csináljanak már valamit ezzel a tárogatósípen, mert olyan szép hangszer, hogy a zenekarokban, meg a cigánzenekarokat felhívták. A cigánzenekar alatt, persze az már akkor ugye nagyon népszerű volt, Liszt erről sokat írt, de egyáltalán a falusi zenészek is, tehát ahol hegedű, cimbalom, bőgő és valamilyen fúvós volt, általában klarinét, ott is, hogy vegyék be a bandába a tárogatót, csak valamit csináljanak vele. Hát az meg egy étteremnél, egy vacsorán elképzeljük, hogy egy ilyen hangszerrel oda sétál valaki, és a fülébe akarja szúrni a kedvenc nótáját. És addig-addig dolgozott rajta Sunda Bence József, aki ezt a hangszert csinálta, pont az Operaház akkori igazgatójával, Káldi Gyulával, aki maga is aztán tárogatózott, hogy ugye létrejött ez a hangszer, és ez volt, hogy legyen halk, megbízható, tiszta intonáció, mert ezeknél nem volt fontos, hogy most a 440-es A, vagy 442, vagy 438, ezek már nagyon jó hangolhatók, precízek, és tényleg nagyon zenekarban is használható, tehát ez egy fontos dolog. Amire én akartam felhívni a figyelmet, ez például. Ugye, ha megnézzük a klarinétot, szaxofont, ilyen barbárságot, hogy kiugatni a cső végét. Menjünk így végig rajta szerintem, hogy majd a kamera is mutatja, hogy akkor milyen, melyik része, micsoda, mire való, lyukak is rajta. Hát kezdjük akkor, általában föntről szoktam kezdeni, de ez nagyon jó felvetés, mert hogy pont ez a különlegessége. Ha megnézzük ezeket a hangszereket, ugye itt is azt látjuk, hogy sokkal több lyuk van a hangszeren, mint ahány ujjunk van. Úgy szoktuk mondani, hogy avatott vezető nélkül, tanár nélkül ne kezdjen el senki se tárogatozni, de se tudjuk sipozni, mert elkezd játszani, és utána keresti, hogy tudja az összeset befogni. Na most ezek az alsó lyukak, akusztikai szerepük van, hogy ne csak a cső végén menjek, és ott nagyon erős a hang, tehát amikor alsó hangokat fújunk, de hangolást is csináltak ezen régebben. Ma már nagyon ritkán találkozik az ember azzal, de van olyan, hogy leviaszhozzák, vagy letapasztják az alsójukat. Ha például hosszabb vagy rövidebb nádat tesznek rá, akkor szükséges, hogy a hangolásban a megfelelő hangsorok legyenek, és ez a lyuk, gondoljuk el, hogy ezeken a régi hangszereken, ugye itt van a makedón verzió, ezen is itt vannak ezek a lyukak. Itt van egy nagyon érdekes hangszer, ez egy isztriai változat, szopilének hívják, és ezen is, ha megnézzük, ugye itt vannak a játszójukak, ez csak ennyi, de itt is van. Ugyancsak egy, ezen egy van, ezen talán kettő. Hát igen, úgy, hogy itt is van, és lent itt még van kettő. Tehát ezen is ez a hang valahogy az összes rokon hangszeren megmaradt, ez a hangoló nyílás, ez egy örmény változat. Ennek is az alján látszik, hogy itt van ez a lyuk, de ezen csak egy van. Örmény országban és Azerbajdzsán, és ez, amit mondtam, hogy a perzsa területekről elindult egész fölfelé, Kaukázusig, ott a kaukázusi népeknél is található ilyen hangszer. Ez azért kedves ez a hangszer számomra, 1975 vagy 76-ban ez volt az első ilyen típusú sípom, örmény
zúrna, aztán hát jött, jött a többi. Az isztriai verziónak ez, amiről beszéltem, az érdekesége, hogy ezt mindig párba használják, ezt a kettőt. Nagyon különleges zenéje van, elég diszonáns a mi fülünknek. Bartók, mikor már Amerikában élt, akkor jegyzett le egy horvát gyűjteményt, és többek közt ennek a hangszernek a felvételeit, meg éneket is, és azt mondta, hogy itt éltem néhány száz kilométerre attól a zenei kultúrától, amelynek a éreztem, tudtam, hogy meg kell lenni valahol. Tehát ő tudta, hogy a zenetörténeti fejlődésben ennek valahol meg kellett jelennie, és ilyen értelemben ez az isztriai hangszer és a hozzátartozó zene, ez nagy inspiráció volt Bartók számára is. Tehát most akkor a lyukakról beszéltünk. Jövünk feljebb, ugye ez a hangszertest alsó rész, felső rész. Azért megmutatom az eredetit, ugye a sunda, és talán most menjünk a stovasszerre, mert ez az ahhoz áll a legközelebb, hogy itt a billentyűk, ezek gyűrűsek, van olyan, a legegyszerűbb hangszerekeménél ennél kevesebb billentyű van, és ezek a gyűrűk, ami ugye a hangképzéshez szükségesek, van olyan hangszer, amin talán összesen kettő van. Tehát úgy meg tudták oldani. De ahhoz, hogy kényelmes legyen, ne kell mindenhova oda nyúlni, ahhoz szükséges, hogy a billentyűk nagyon jól eljenek. Most gondoljuk el, hogy én most mikor lecsukom, utána ezt a hangot lecsukom, hát itt kéne a kis ujjamnak lenni, az elég nehézkes, vagy valami nagyobb termetű zenésznek kéne lenni. És ez sok fejlesztés után alakult ki, ez már egy modernebb verziója a Stovasser tárogatóknak is. A Sunda és a Stovasser gyár is a 40-es évekig működött, volt amelyik a háborúba semmisült meg, illetve hát az háborús években már nem gyártottak annyit, és utána hát a Rákosi Kádár rendszer alatt megtűrt hangszer volt, sőt tulajdonképpen nagyon a hozzá kapcsolódó repertoár miatt irredentának titulálták. Ez a hangszer, amelyen mostanában leginkább játszom, ezt Tóth József barátom csinálta, egy nagyszerű hangszerkészítő. Ő még tovább reformálta a hangszert, és az én kezeimre csinálta ezt a tárogatót. Ez a Tóth József modell, itt van benne a kis logója is. És először ez is nyitott volt végig, tehát itt is nyitottak voltak a billentyűk. Aztán, hogy próbálkoztunk, hogy így egy kis hangolás, úgy valami itt mi lenne, egyszer azt mondta, próbáljunk meg rátenni egy fedettet. Mert ő csinál olyan hangszert is, főleg a szakszofonosok miatt, amelyek fedettek. Tudnélik, ugye a klarinét billentyűi, hát ez több száz éves hangszer, Mozart idejében már, ugye Mozart 1791-ben írt rá több klarinét művet, klarinétversenyt, klarinétötöst, beleszeretett a hangszerbe. Már korábbi, tehát az 1700-as évek közepén már ez népszerű hangszer volt, de mondjuk a Mozart klarinétversenyen, ami azt mondja, hogy érdemes klarinétosnak születni. És a szakszofon, az pedig, ugye itt egy szoprán szakszofont hoztam, az pedig végig fedett billentyű. Mert ugye egy nagyobb is a teste, a klarinéthoz képest mindenképpen, és az akusztikai sajátosságai is azt indokolják, hogy fedett legyen. Ezért a Tóth József barátom kitalálta, hogy azok a tárogatósok, akik elkezdenek tárogatózni, de előtte nem klarinéton játszottak velem szakszofonon, könnyű legyen nekik fedett billentyűvel. Na most ez egy hibrid modell, ami azóta persze népszerű lett, sokan mondják a Tóth Józsefnek, hogy olyan hangszert csinálj, mint a Borbémisnek van, mert a kísérletezés során kiderült, hogy ennek számos előnye van, tehát ez már egy fontos dolog. És itt jön a fúvók, amiről már beszéltünk. Egyébként ilyet is tudok mutatni félkészen. Azért is hoztam ezt el, mert azon is látszik, ugye, hogy az anyaga ennek fa. És az eredeti tárogató fúvókák fából készültek. Ugye az egynyelves megoldás, ugye rá szorítjuk. Ez már műanyagból készült. És illetve hát egész pontosan úgy mondjuk, hogy hard rubber, ez kemény gumi, tehát ez is egyfajta tulajdonképpen műanyag, csak nem az a fajta ebonit és hasonló, ami látom, hogy nagyon óvatos vagy, helyes. Ez is még egy kedvenc darabom, ez is eredeti Stovasser nál, vagy bocsánat, fa, és hogy van egy gyűrűje, hogy elne repedjen. És megmutatom. És benne ott látható is a Stovasser márkajelzés. Tehát ez a megszólaltás, talán ennek ugye fontos, hogy mutattuk már a dupla nádat, ami sokszor ugye egy nád, meg sokszor ugye rögtön kettő, három, ugye jönnek itt elő,
Tehát ez egy ilyen nád. A szimpla nádas hangszereknek az elődje pedig az egyszerű nádsíp, amely ilyet úgy csinálnak, hogy régen mondjuk vettek egy nádat, tettek rá néhány lyukat, belehasítottak kicsit, megcsiszolták, hogy rezegjen. Ezzel már egy fejlettebb változat, mert ha eltörik a síp, akkor nem kell új hangszert. Ez így szól, tehát itt látszik, egy kis cérnával segítek neki, hogy kinyissa, magából a nádból hasítunk ki, és hogyha ezt ide rátesszük, akkor valami kis egyszerű dallamot tudunk. Most ezen nem szoktam koncertezni, úgyhogy csak a megszólaltatást szeretném demonstrálni. Különösebb repertoárt erre nem gyakoroltam. Az egyébként ugye hallatszik, hogy milyen egzotikus hangja van, de ez magyar népi hangszer és változás. El tudjuk képzelni, hogy mondjuk Indiába vagy Perzsiába miféle dallamokat játszottak ezen. Tehát tulajdonképpen ez a klarinétőse, akárhogy is nézzük. Mindegyiknek nagyon szép hangja van. Meg tudnád-e nekünk mutatni sorban, hogy a tárogató, a klarinét, és itt van még a harmadik csodás hangszerünk, mi a különbség köztük a hangjában és a felépítésében? Csak így a lényeg. Ez a legfontosabb kérdés, igen. Mert sokan összekeverik, sokan azt mondják, hogy kérdezik a hangszereket, igen, az egy klarinét. És mondom, nem tűnt fel, hogy egy kicsit buci, egy kicsit ugye kövér, mert a klarinét ugye látszik a formáján, ez úgynevezett kónikus, tehát végig párhuzamos a furata, ez pedig kúpos, tehát van egy dőlésszög, és ezen is nagyon sokat kísérleteztek. Tehát, hogy ez mi a stovasszer és a stovasszer és a sunda hangszereknek nem egyforma ez a szöge. Mm-hmm. Ez egy picit jobban kinyílik, a sunda kicsit kevésbé. Ez is, hát most a Tóth Józs mesélte nekem, hogy milyen kísérleteket végzett, hogy ez ilyen szögben legyen. A klarinét viszont emiatt, hogy párhuzamos, ez nem oktávváltós, ugye ezen, ha megfújok egy hangot, bármelyiket, ugyanazzal a fogással, akár még az oktávbillentyű nélkül is az megszól. A klarinéton, ha ugyanezt csinálom, vagy megfújom ugyanezt a fogást, ez lenne az oktáv. Oktáv plusz egy kvint, tehát nagy a különbség, ez akusztikai sajátosságai vannak, és a szoprán szaxofont az viszont ilyen szempontból nagyon közel van a tárogatóhoz. Most még egyszer megfújom ugyanazt a hangot, ugyanazt a fogást tárogatón. És szaxofonon. Hallatszik, úgy jön ez a hang, mert B hangolás ez is, tehát transzponáló hangszer, ami azt jelenti, ha látunk a kottába egy C-t, akkor az a valóságban B-nek szól. Amikor a sunda és tovasszer tökéletesítették, akkor bennük volt a klarinétnak egyfajta fogásrendszere, de végül is ez leginkább az akkori verzióban az oboa billentyűhöz volt a legközelebb, és biztos, hogy a szoprán szaxofont jól ismerték, mert hogy B hangolás lett, sőt, ebből is készítettek nagyon sokfélét, van C, B, A hangolású, van alt, tenor és bariton tárogató, és ez már nagyon-nagyon nagy. Úgyhogy ez alakul ki belőle, hála a jó égnek ezeknek a nagyszerű hangszer és mestereknek. Hát most már senki nem fogja összekeverni őket, az biztos. Bízunk benne. Még azt szeretném kérdezni tőled, hogy miért pont ezeket a hangszereket választottad? Mi fogott meg benne téged? Gyerekkoromban az elsős tanárnénim mondta a szüleimnek, hogy elég jó felelően a gyereknek, meg ügyes az énekorán, vigyenek el zeneiskolába. El is vittek, és ott kérdezgettek, hát szegények voltunk, hegedűre pénzünk nem volt, azt venni kellett volna, a zongora nem volt otthon, legyen valami fúvós, az van a zeneiskolában, és egy ilyen ütött, kopott, pici kis klarinétot kaptam, az eszklarinétot, de amikor azt mondták, hogy mit szól a fúvós hangszerhez, én olyan lelkes lettem, hát fúvós hangszerről mi jut az embernek eszébe, csillogó-villogó, tehát ebből látsz a szemed előtt a trombiták, harsonák, szaxofonok, nevüket nem tudtam, de hogy csillanak, villanak. Most ehhez képest kaptam egy ilyen hangszert, ami fekete volt, ezek nagyon kopott billentyűk voltak, és ilyen pici, egy rongyba volt becsavarva, nem volt okja, de hát én olyan lelkes voltam, hogy hazamentem, és rögtön kipróbáltam. Méghozzá körülbelül valahogy így, tehát eleve nem alulra tettem a nádját, fölülre, és ilyen... Hát mondom, valamit csak majd, ehhez tényleg kell tanár, de aztán valahogy... Valami aztán csak megszólalt, ugye? De aztán rá
vezettek, ráébresztetek, hogy ez egyáltalán nem volt buta próbálkozás, mert amikor a klarinétot megalkották, még nem volt önálló hangszer, hanem az oboisták játszottak ezen, és pont így tartották a nádat fölül. Csak ők ugye úgy játszottak, ha ráteszem az ajkalat, mint egy oboista. Aha, nem is olyan butaságod a föltenni. Tehát én nem voltam olyan hülye gyerek, úgymond, de az a kis érzés mai napig is benne van, ahogy haza vittem és kísérleteztem vele. Aztán persze ez lett belőle, beleszerettem a szaxofonba, kamaszkoromba, 15-16 éves koromba, és aztán a népzenei, ugye hallottam ezeket a hangszereket, ahogy mondtam, Kádár Ferencet vagy Pozsik István, ezek egyszerű parasztemberek a rádióba, Sárosi Bálintnak volt műsora, ezeket a gyönyörű népdalokat játszották, és akkor szerettem bele, de volt Pomázon is egy tárogatós, Fülöp János bácsi, aki gyönyörűen játszott, és az ő hangszerét fújtam meg először így élve, hogy János bácsi, persze, sőt, kölcsön is adta egy-két koncertre, mert nagyon tetszett neki, hogy Pomázon van valaki, aki követi az ő zenét, és hát ezeket a népi dallamokat játszottam, de aztán, amikor ugye Vujicsicsal elkezdtünk, aztán mondjuk azt nagyon jól tudják, hogy nem csak a magyarok, szlovák zenészek, kiváló román tárogatósok vannak, egyébként erdélyi központtal, de aztán később ugye odébb is, tehát az igazi romániai területeken is virtuózok. Dimitriu Farkas az egyik legnagyobb név, aki tárogatón a román anyagot játszott, de hát a névből is következik, hogy azért ő benne magyar vér is csörgedezik, és ilyen dallamai is vannak. És hát délszláv területen is, tehát mondjuk az, hogy én a Vujicsit együttesben közebb gyere valamelyik táncházba, mert ott ezekre lehet rögtön táncolni. Láttam. Jövőre lesz 50 éves a Vujicsics, és csomó koncertünk lesz, sőt, táncházat is fogunk játszani, mert annyira koncertzenekar voltunk. Régen sok táncházat játszanak, és mindig azt kérdezik, jó, tudom, hogy a Műpában játszatok meg a nem tudom melyik fesztivál, de mikor lesz táncház végre? Na most az 50 éves zenekarnak lesz majd táncháza. De jó, gyertek. Többek között is. Ez a dallam is fel fog hangozni, ott biztos. Ez fenn van interneten, ugye az esemény, nézzük, lesz majd nagyon sok. Januárban lesz a sajtótájékoztató, hogy milyen koncertek lesznek, mert tényleg egy szép évforduló ez az életünkben. De hát én annak idején ezzel a hangszerrel, ugye Sebő együttes magyar népzenészekkel, a Téka zenekartagjaival, Bokros együttes magyar népzenét, alföldi népzenét játszottunk. És hát persze a jazz is beszínezett. Tehát egyszer csak az volt, hogy a klarinét, szaxofon jött a jazzbe, és a tárogató sokszor nálam volt, úgyhogy mert mentem tovább egy próbálva vagy koncertre, és egyszer Szakcsi Lakatos Bélával játszottam, és sokszor elmondtam ezt a történetet, mert nekem a jazz tárogatózásban ez egy fontos pont. Ez olyan 1996-97 tájéken történt. Nálam volt a tárogató, és egy koncerten ő mondta, hogy lesz egy ilyen cigány népdal feldolgozás, nem nagyon van róla kotta majd fül után, és akkor én játszom a témát, én majd te majd improvizált, és nagyon jól éreztem magam, szaxofonnal játszottam, és tényleg véletlenül nálam volt a tárogató, de azt mondtam, na most meglepem a Bélát, tehát nem mondtam neki, hogy mi fog történni, koncerten elővettem. Hát ő úgy visongott, aki ismeri, ismerte őt, az tudja, hogy amikor nagyon jól érezte magát zenélés közben, mégis úgy kísért, és úgy búcsúztunk el, hogy csak annyit mondott, Misi, megbeszéltük, hogy jövő héten szombaton nem tudom, melyik klubban játszunk, vagy melyik fellépésen, a tárogatót otthon ne hagyd. Na azóta, tehát ez most már kb. 25 éve, hogy minden jazz koncert, szinte minden jazz koncertre, saját lemezeimen, nem is tudom, nagyon kevés olyan lemez van, ami a nevemhez kötődik, hogy ne játszanék tárogatón. Ezt egy missziónak tartom, hogy megmutassuk, pláne azt, hogy egy ilyen jó hangszerem van, hogy az több ezer éves múltú hangszercsalád, tehát amikor megfújom, ez tényleg különleges hangja van, szívet melengető, én innen is érzem, de sokan mondják a túloldalról is, hogy annak megmutatni azt a lehetőségeit, hogy a modern zenében mit tud. Tehát én, amikor jazz játszom ezen, és...
Csak mutatom, hogy ezen olyan modern dolgokat is be lehet tenni, most szándékosan egy kis jazzdalommal kezdtem, és utána átmentem ilyenre, amit kutatnak klarinéton, szaxofonon, ilyen modern hangzás, úgynevezett multifóniákat, tehát sok hang meg tud egyszerre, mindenre alkalmas ez, tehát fel tudja idézni a nagyon régi énjét a hangszernek, és az előremutató modern világba is tud valamit nyújtani, és ilyen értelemben azt érzem, hogy én is ennek a részesében vé tudok válni. Jaj, de szép. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megmutattad mindegyik csodát. Nem is tudtam eldönteni, hogy melyik a kedvencem. Legközelebb majd elhozom az összeset, mert csak egy részét jó, hoztam akkor el. Akkor majd az egészet kipakoljuk ide, és végigmutatjuk. Jaj, bocsánat, egyet még, mert ez egy igazán különleges. Ezt nemrég kaptam egy nagyszerű ismeréstől. Csiba Lajos, a kiváló zenész szerkesztő, sokáig Magyar Rádiónál, aztán Katolikus Rádiónál dolgozott. Az ő hagyatékában ez a felesége, özvegye, Emődi Györgyi adta nekem, azt mondta, Misi, ott van a Lajos hagyatékában, olyannak akarom adni. Ez egy borkatárogató, ez egy gépészmérnök bácsi volt, aki a 60-as évek vége, 70-es évek elején nyugdíjba ment, és hát egyébként szerette a tárogatót, meg tárogatót is, és elhatározta, hogy csinál hangszert, és ezt a hangszert ő alkotta meg. Hát most, hogyha ezt nézzük, ezt le is lehet venni, tehát látjuk, hogy ez a része is, de ugye ezt elspóroltam, mert itt nincs az a plusz töltsén, nincsenek a lyukak. De ez egy magyar hangszertörténeti különlegesség, szerintem 100 alatti csinált életében. Ebből nem sok van az országban, ami még működőképes. Ezt még nem hoztam működőképes állapotba, de azon vagyok, hogy ezen is játszam majd, mert ez egy túl azon, hogy maga a tárogató 2014 óta Hungarikum, azon belül ez egy nagyon kis manufaktúrának egy szép darabja, amit ő otthon csinált nagyszerű gépekkel, mert hát gépészmérnök volt. Nagyon szép színe is. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nektek pedig köszönjük, hogy ismét itt voltatok velünk. Hogyha tetszett ez az adás, akkor kérünk szépen egy lájkot tőletek, és egy feliratkozást is, és a legközelebbi részben pedig találkozunk. Sziasztok! Nézem én is a következőket is.